Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ebben a mai vlogban, amelynek a címe az, hogy miért tiltott le a Facebook. Bizonyára már futottatok bele ti is hasonló helyzetbe, hogy a Facebook 24 vagy több órára letiltott titeket mindenféle posztolás alól. Velem is ugyanez történt körülbelül 2 héttel ezelőtt, amikor egy semmit nem mutató aktkép miatt a Facebook 24 órára megfosztott mindenféle posztolási lehetőségtől. Jött egy hivatalos indoklás is, mely szerint megsértettem a közösségi média alapelveit, és ez az egész procedúra egy lakossági bejelentésre történt. Most egy kicsit vicces a dolog, a lakossági bejelentésről nekem mindig a rendszerváltozás előtti úgynevezett szocializmus jut eszembe, amikor nagyon sok minden történt lakossági bejelentésre, az ország egyik fele feljelentette a másikat, viccesen mondva, ez akkor persze nem volt ennyire vicces, de úgy látszik a közösségi média ezt próbálja meg visszahozni saját berkeibe. Egyébként állítólag már idéntől enyhültek ezek a szabályok az aktképekkel kapcsolatban, tehát a művészi aktot próbálják azért nem annyira elnyomni. Most nem tudom, hogy eddig mi volt ennek az oka, ennek az alapelvnek, a közösségi média alapelve, prüdéria, vagy egyszerűen csak az, hogy nem értik az aktművészetet. Minden esetre, ez nem csak az én véleményem, ez mások véleménye is, hogy erőszakos tartalom az minden további nélkül átjut ezeken a szűrőkön, tehát azt nem veszik észre, vagy később kerül retorzióra, de nagyon sok ismerőstől, profi modellektől is azt hallom, hogy szinte másodpercekkel később, ahogy felrakták a természetesen cenzurázott képeiket, már eltűntek, és sajnos ők magukat is blokkolják, van akit hosszabb időre is. Úgyhogy ebben az a tanulság, hogy nincs tanulság, talán változni fog, bízhatunk benne, hogy ettől az évtől kezdve változni fog ez a szabály, és a művészetet nem keverik össze az erőszakkal, más oda nem illő tartalmakkal, úgyhogy kérlek írjátok meg ti is, hogyha veletek valami hasonló dolog történt, letiltott esetleg a Facebook, és hogy miért, mi volt annak az oka, milyen magyarázatot adtak arra. Úgyhogy várom a kommenteket a videó alatt, kérlek lájkoljátok ezt a videót is, sziasztok, jó fényt!